A Mi Hazánk mozgalom üdvözli Nagy István agrárminiszter bejelentését, amely arról szólt, hogy további könnyítéseket és egyszerűsítéseket szeretne a minisztérium a furt és ásott kutak bejelentési kötelezettségével kapcsolatban. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom folytatja a nyomásgyakorlást a kormányra, és folytatjuk az országos aláírás gyűjtési akciónkat. Jelenleg több mint 6000 aláírásnál tartunk, és még csak most kezdődik az országos kampány. Ennek keretében a vidéket járva szeretnénk az embereket tájékoztatni arról, hogy milyen fejlemények vannak a furt kutak regisztrációjával kapcsolatban, ugyanis leginkább azt tapasztaltuk az elmúlt néhány hónap során, hogy teljes az információ hiány, és nem megfelelően tájékoztatja a kormány az érintetteket, már pedig sok tízezer, de inkább sok százezer embert érint Magyarországon ez a probléma, és tapasztaljuk is, hogy óriási az érdeklődés, óriási az igény arra a munkára, amit elkezdtünk. Egyértelműen a Mi Hazánk mozgalom saját sikerének tekinti azt, hogy az agrárminiszter bejelentette, hogy megpróbálják tovább egyszerűsíteni a bejelentést, ugyanakkor édeskevésnek tartjuk azt, amit az agrárminiszter eddig bejelentett, ugyanis ő csak annyit mondott, hogy nem kell majd vízórával felszerelni azokat a kutakat, amelyek mélysége, talpmélysége nem haladja meg az 50 métert. Ugye ehhez már zárójelben hagyd tegyem hozzá, hogy egy kicsit szakmaiatlan vagy pontatlan az 50 méteres megfogalmazása az agrárminiszter úr részéről, ugyanis itt valójában az első vízzáró rétegről van szó, ez 30 és 50 méter között van Magyarországon átlagosan, tehát ez lehet akár 50 méternél kevesebb is, de hogyha 50 méterről beszélünk, akkor is az a gondunk, hogy önmagában, amit eddig a kormány könnyítésként kommunikált, az az, hogy illetékmentessé teszik a bejelentést, de mi eddig sem azt mondtuk, hogy maga az illeték az, ami várhatóan nagy összeg lesz, hanem az, hogy szakembereket kell bevonni a bejelentés során. Tehát meg kell keresni akár a nagyapánk idején létesített kút fúróját, készítőjét, lehet, hogy időközben eltávozott, vagy az élők sorából, vagy az országból, tehát nem biztos, hogy megtaláljuk, de egy biztos, hogy szakembert kell találni, ha nem találjuk meg, akkor nyilván egy új szakembert kell találni, akinek akár több százezer forintot is kell majd fizetni egy szakértői véleményért, és még mindig nem hallottunk semmilyen választ például arra sem, hogy mi van azokkal a magyarokkal, akik háztartási vízként kénytelenek használni a furt kutakat, mert az állam nem oldotta meg, nem teremtette meg mondjuk a vezetékes vízellátást, hiszen nekik nem csak ezt a szakértői, akár több százezer forintra rúgó költséget kell majd megfizettetni, hanem akkreditált laborban be kell vizsgáltatni a víz minőségét. Ezt is elmondtuk már nagyon sokszor, Ásotthalmon polgármesterként bevizsgáltattunk több száz ilyen kutat, és szinte kivétel nélkül mondhatom, hogy egyik sem felelt meg az Európai Unióban szokványos standardnak, és innentől kezdve saját költségen mindenkinek víztisztító berendezést kell vásárolnia, és még meg kell oldania akár azt, hogy talajterhelési díjat kell fizetni, vagy egy zárt tartályba kell utána a vizet, a szennyvizet gyűjtenie. Ezek több milliós költségek lehetnek, egyszerűen nem tudják megengedni a magyarok maguknak ezt, tehát nem fogják tudni több százezren ezeket a költségeket a jelenlegi gazdasági helyzetben kigazdálkodni. Főleg úgy, hogy éppen azokat az embereket érinti, akik egyébként sem a legjobb anyagi körülmények között élnek. Éppen ezért azt várjuk a kormánytól, és azt várjuk az agrárminiszter úrtól is, hogy ne csak általánosságban mondja azt, jelentse be azt, mint most ugye éppen a napokban, hogy további könnyítéseket terveznek, hanem konkretizálja, hogy melyek ezek a könnyítések, illetve adjon garanciát arra, hogy amennyiben valaki regisztráltatja a kutat, akkor nem jár úgy, mint Belgiumban, amelynek a szabályozása kísértetiesen hasonlít a jelenlegi magyarországi szabályozásra, és mindarra, ami Magyarországon történik. Ott is 500 köbméter per év mennyiségben határozták meg a kormány részéről azt a mennyiséget, amely bárki vízóra nélkül, adózás, díjfizetés nélkül felhasználhat. Aztán mára kiderült, hogy valójában most már vízórákat kell, úgynevezett vízmennyiséget mérő órákat kell felszerelni, és az alapján fizetni kell Belgiumban. Tehát mi kormány részéről komoly garanciákat várunk arra, hogy ilyen nem fordulhat elő Magyarországon a jövőben sem. Erre egyelőre nem látunk reményt sem, a kormány ilyesmiről nem beszél. Ezért mi továbbra is azt kérjük, hogy a moratóriumot hosszabbítsák meg,
és nem csak azért, mert nem látunk garanciát arra, hogy majd a jövőben egy kormány nem fog emiatt akár adóztatni, és az már nem csak a közvetlen vízfelhasználat, akár az öntözéses, akár a háztartási víz felhasználáját fogja érinteni, hanem az élelmiszer ár további növekedése okán mindenkit, tehát a Budapest belvárosában élőket, akiknek esetleg nincs egy zárt kertje, kis kertje, őket is érinteni fogja, hiszen meg fognak egyszerűen növekedni az eddig is brutálisan élelmiszerinflációval sújtott mezőgazdasági produktumok, mezőgazdasági termékek Magyarországon. Tehát mindenkit érinteni fog ez a probléma, erre is szeretnénk felhívni a figyelmet. Tehát ilyen jellegű garanciákat és az összes költség átvállalását várjuk el a kormánytól addig, és az államtól addig, ameddig az állam elmulasztja azt a kötelességét, amelyet például a Duna-Tisza csatorna esetében most már 221 éve elmulasztott. Tehát ameddig a vízpótlást, a vízgazdálkodás kérdését, a duzzasztók megépítését az állam nem kezdi el, addig azt gondoljuk, hogy a moratóriumot sem lehet megszüntetni, nem lehet felfüggeszteni. Ennek a kettőnek együtt kell mozognia. Számunkra ez elvi kérdés. Azt gondoljuk, hogy különösképpen a talajvíz esetében, de azt gondoljuk, hogy a víz az, és a vízhez való jog minden magyar számára egy alkotmányos, alapvető jog, és azt az államnak biztosítani kell, azt nem adóztathatja meg, és azt gondoljuk, hogy ilyen körülmények között nem is regisztráltathatja.